A szót, elnök úr. Az előbb kormánypárti képviselőtársamtól meghallgattuk az oktatási tárca és a kormány által már 2 éve jól hangoztatott és jól csengő szlogeneket, de ezzel már sajnos tele van a padlás. Lássuk talán a mérleget, hogy mi is történt. Államosítás kapcsán a kormány nemrég úgy döntött, hogy inkább mégsem vállalja fel az intézmények fenntartását. Ezzel teljesen kiszámíthatatlan helyzetbe hozták az önkormányzatokat. Nem véletlen, hogy több településen rendszerhű igazgatókat is igyekeznek kinevezni. Leszállították a tankötelezettség korhatárát, ami egy közel 70 ezres lemorzsolódást fog jelenteni. A híd programokat egy parkolópályaként állítják be, ami után semmifajta végzettséghez nem jutnak a fiatalok. A szakképzés 4 évről 3 évre csökkentették. Ott a tanulók jövőjét ezzel még kiszolgáltatottabbá tették. A felsőoktatási keresztszámokban 40%-kal kevesebb lett az állami férőhely, és cinikusan erre a diákhitel 2-t javasolják a fiataloknak. Mindez maga után vonta azt is, hogy 32 ezerrel kevesebben felvételiztek idén. A kormány átlépte a határt, és átlépjük mi is, mondják a fiatalok, akiket ez a leginkább érint. Ami pedig a pedagógusokat illeti, tőlük megvonták a tanítás szabadságát, és az életpályamodell elhalasztásával számolnak. Mindezen túlmenően az ágazatot egyre nagyobb megszorításokkal tervezik sújtani. Tisztelt ház, az oktatás egy olyan rendszer, mely hosszú távon fogja megsínleni az önök játszadozását. Megkockáztatom, hogy már most évtizedes károkat okoztak a nyúlfarki 2 évük alatt, melynek az önök általi helyrehozása csak a tündérmességben létezik. Köszönöm szépen. Nincs több 2 perces egyelőre, úgyhogy visszatérünk az eredeti listára. Mirkóczki Ádám képviselő úr, Jobbik. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt kormánypárti képviselők. Önöknek 2 nagyon fontos ígérete volt a 2010-es kampány során, amellyel igazából nem volt magyar ember, aki ne értett volna egyet. Az egyik az elszámoltatás, a másik pedig a közbiztonság helyreállítása. Az elszámoltatásnak az eredménye tőlünk jobbra látható, 0. Akit a bajnai kormány alatt rács mögé tettek különböző korrupciós ügyek miatt, ma már az is szabadlábon otthon védekezhet. A közbiztonsággal kapcsolatban pedig